A Tolnai Szeretet Íze programot a Dunamenti Polgári Egyesület az Adventtel is egybekötötte. Az eseményen a kilátogatók ételek és italok kíséretében találkozhattak és beszélgethettek. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületét sütemény és zsíros kenyér, a Tolnai Háló közalapítványt pedig forralbor és tea vásárlásával lehetett támogatni. A szervezők babujással készültek a vendégeknek. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke és Tolna alpolgármestere elmondta, a hasonló közösségi rendezvények fontosak a település számára. Itt lakunk, itt élünk, egy közösséget alkotunk. Nyilván a mindennapokban mindenki azon ügyködik, azon dolgozik, hogy ellássa a feladatait, munkába járjon. Nyilván szükséges ugye a családok fenntartása, de a civil élet az egy óriási lendületet tud adni egy-egy településnek. Tartalommal tudja gyakorlatilag a településeket, a települések infrastruktúráját megtölteni. Erre vállalkoztunk, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzuk, és egy ilyen közösségépítő, ilyen és hasonló közösségépítő programokat szervezzünk. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár! A Tolnai Háló közalapítvány 2005-ben alakult. Céljuk a hátrányos helyzetű emberek, csoportok támogatása. A forralt bor és tea mellett egy kiegészítő sátorral is készültek, ahol a gyerekek a télapóval találkozhattak. Szeretnénk mindenki számára szebbé tenni az ünnepet. Ezt a célt szolgálta a Tedd szebbé a karácsonyt elnevezésű programunk is, ami több civil szervezet összefogásával valósult meg, és hátrányos helyzetű gyerekek, családok számára tudtunk karácsonyi csomagokat összeállítani. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületében 63 család van jelen tagként. Baksainé Kenesei Éva, vezetőségi tag elmondta, a csoport az adventi időszakban különösen aktív. Az eseményen süteményt sütöttek és zsíros kenyert készítettek. A befolyt összeggel a gyermekek programjait szeretnék támogatni. Szerintem egy városnak a szívelelke a civil közösség. Tehát én szerintem civil közösség nélkül nem lehet élni, és nagyon nagy igény van arra, hogy legyen egy olyan csapat, egy olyan közösség, ami azonos értékek mentén úgymond dolgozik, és én azt hiszem, hogy nálunk ezt mindenki magáévá teszi, és nagyon egy húron pendülünk ez ügyben. A szervezők célja a hagyományteremtés, így a jövő évben is szeretnék megrendezni az eseményt.